Jó estét kívánok, kedves nézőink! Tudható, hogy az emberiséget kettőféle gondolkodás és jelenbeli megnyilvánulás jellemzi. Vannak az értéket megteremtők, akik másokért élnek, és vannak az értéket elvonók, akik másokból élnek. Az értéket elvonók rétege, mint parazita a gazdatestet, úgy cipolyozza, nyúzza azt a réteget, amelyből élősködik, amelyre rátelepszik. 1956. október 23-án a magyar nép megelégelve a rajta parazita módon megtelepedő bolsevik rabigát fellázadt elnyomói és kizsákmányolói ellen. A magyar nép nem kért és nem akart mást, csak szabadságot. Szabadságot azon a földön, amit az elődeiktől öröklött, de csak rabszolgaként engedték élni rajta. Büszke, bátor, hős nagyapáink és nagyanyáink az utcákra vonultak, hogy kinyilvánítsák vitathatatlan jogukat a szabadsághoz. A többit már tudjuk. Meghallgatás és szabadság helyett a kommunista hatalom fegyverével kellett szembenézniük azoknak az akkori ifjaknak és idősebbeknek, akik felmerték emelni szavukat az elnyomás ellen. Ezek az emberek hősök voltak. Hősök, akik félelmet megvető bátorsággal álltak ki a szabadságért, amit nem csak maguknak, hanem az utókornak, így nekünk is szántak. Tisztelettel gondoljunk a harcokban elesett hősökre, és tisztelettel hallgassuk meg az életben maradottakat, akik még elmondhatják, hogy mik történtek 1956. október 23-án és azután. Mai műsorunk vendége Antal János, egykori forradalmár, 9. Danos karatamester, aki ifjúként vett részt az 1956-os forradalomban. Jó estét kívánok, mester, üdvözlöm Önöket a stúdióban. Ünnepi műsorra készülünk, és sajnos már kevesen vannak közöttünk azok az élők, akik nem csak a saját maguk szabadságért, hanem mi szabadságunkért is harcoltak. Harcba szálltak a szovjet rabiga és a kommunista rabigával szemben. Mester, ön hogyan élte meg azokat az ifjú éveket, hisz akkor még ifjú 17-18 éves fiatal fiú volt? Hát erről szomorú és fájdalmas beszélni. Nagyon fájdalmas. De hát mivel a sok ember hős elesett, és 60 éves évforduló jön, az én is elmondanám azért röviden a véleményemet, illetve tapasztalatomat, ami persze összefoglalva, mert ettől hosszabb. 1956 éveiben én, mint mi, jó magam, bátyám, testvéreim, és a szülő, az édesapám, el voltak taposva. Ugye édesapám Adrási út 60-ban volt bezárva, 7 hónapot ült a börtönbe az AVH-nál, valamit, amit nagyon szomorú vagyok, hogy 47-ben édesanyám elhújt, és mi hárman temettük el az édesanyámat. Ugye én voltam 9 éves, húgom, 3 évvel fiatalabb, és a bátyám 2 évvel több. Úgyhogy nagyon szomorú és nehéz életünk volt. Azon kívül osztály ellenesek voltunk. Megtaposodtak. Majdnem, hogy nem megtűrtek. Nem csak mi, mások is persze. Magával a forradalom engem úgy ért, hogy hatályt október 23. előtt valamivel, akkor kerültem ki a kórházból, mert egy vizes vállártyám volt, és egy pár különbséggel kezdődött a forradalom, illetve a harcok. A harcok, a fiatalok, ők ölelnek a ruszki tankoknak, és másoknak. Nem akarom lagozni, ki kellett. Az én részemről akkor egészen 30-adikáig a Üllői út, Korvin, Mester utca, Király utca, Nyugati pályaudvar, ez volt a területük, ahol harcoltunk, és ott, ahol három társukat is agyonlőtték. Ők is fiatal srácok voltak, 17-18 évesek. Nagyon nehéz ezt elfelejteni, nem is lehet elfelejteni, ugye? Végül ugye, hogy volt tovább, jött november 4-e,
a ruszkik jöttek, ha bár nagyon nem kellett nekik jönniük, mert bent voltak. Csak nagy duma volt az, hogy újra jöttek be, bent voltak, ki sem mentek. Ugye? De végül nem csak a ruszkik voltak egy nagy probléma, hanem a sok más, az a sok féreg, az aljas, az a sok primitív, aki magyar ellen volt, a magyar nemzet ellen volt. És ugye a többség fiatal, idősebbek, mások, ahogy tudtak, küzdöttek fegyverrel, én fegyverrel küzdöttem. Kedves bátyám is fegyverrel harcolt, ameddig lehetett. Mester, azt említette, hogy osztályjelenségként tekintettek önökre. Mi volt az oka, amiért a kommunista rezsim önöket osztályjelenségként tartotta számon, és az édesapját bevitték az Andrássy út 60-ba? Hát ennek az volt az oka, hogy édesapám ugye 914-től magyar katona volt, ugye katona, utána a magyar király csendőr volt, illetve a csendőr parancsnok. Azon kívül tette ő a dolgát, mint becsületes magyar ember. És ennek függvényében osztályjelenesek lettünk. És mindent elkövettek ellenünk, édesapámmal, az a legaljasabb dolgokat, az AVH rendszeresen kiárt, éjjel-nappal, pedig nagyon jól tudták, hogy merre van. Zaklattak minket, az iskolában minket megaláztak, nacáralnak, hogy nem voltunk a legutolsóak, de ott is a legutolsó sorba soroltak, úgyhogy meg voltunk alázva. A mai fiatalok ezt már nem tudják, és bízunk benne, hogy soha nem is kell nekik átélni azt, amit sajnos önöknek át kellett élni. De milyen volt az embereknek az átlag élete ebben az elnyomott időszakban? Hogy élte az átlagember az életét a forradalom előtti időszakban? El lehet képzelni, azok a szegény munkások, parasztok, személyesen láttam, mert ott ugye Vecsésen laktam akkor, ott dolgoztatták ezeket a szegény parasztokat, fölhozták vidékről, lázba, bilincsbe verve, kubikus talicskákkal, ütötték és verték is őket. Mindenüket elvették, hogy ez már ismert. Mindenüket. Totál mindenüket elvették. Tudnánk egy példát mondani. Egyszer volt nagy nehezen, hogy édesapám vett egy disznót, nem volt annyi, egy picsi. És már rámítta, hogy három hétre jöttek, hogy le kell vágni a disznót. Levágták, és úgy, ahogy volt, szőrösről, bőrösről, elvitték a disznót. És adtak érte két ilyen préselt zsírdarabot. És úgy így volt minden parasztember. Elvették a krumplit, mindent elvettek tőlük. Az, hogy mi a családi környezetem, már akik mi voltunk, ugye, mert testvérem kárban voltunk, édesanyám elújt, amit mi temettünk el segítséggel a szomszédoknak. A sváboknak, akik Vecsésen laktak, azok segített, hogy ilyen edögöljük. Ugye azt hiszem, erről mindent elmondta. Gyakorlatilag akkor elmondható, hogy nem volt sok mindent vesztenie az akkori magyar társadalomnak. Égvilág semmi. Annyira el volt mindenki keseredve, hogy más lehetősége nem volt. Azért mondom, hogy ököllel mentek a tankoknak, a harcosiknak. A ruszkik ellen. Hogyan vált forradalommá az emberek szabadság iránti vágya? Ugye az emberek kimentek békésen, és nem kértek más csak szabadságot, hogy élni engedjék őket. Ez már nem csak aznap történt, mikor ugye meneteltek meg, jöttek, mentek, hanem ez már jóval előtte, három hónappal, ki hónappal, mindenhol ment a lázongás. Már föllázadtak az emberek, gyárakban is. Főlázadtak, nem bírták már, idegileg nem bírták. Ön szerint miért volt szükség a kommunista hatalomnak arra, hogy gyilkolják az embereket? Hát énből ugye az értelmiséget, ezt ugye ki kellett írni. Lefejezték az értelmiséget, ugye, és azon kívül mindent, amit még ezen túl, amit ugye elloptak meg, beszedtek, azt vitték ki Moszkvába.
vagy vittek el DK-ba. De nem itthon a parasságra, vagy a pestieknek, vagy a vidékieknek. Úgy kellett sorbálni egy kis darab vajért. Én emlékszek rá, volt egy parasz bácsi, akkor már kicsit nagyobb volt, ilyen szólt nekem, hogy menjek be a közértbe, azt vegyek neki egy ilyen kis darabka zsírt, ilyen kicsikét. És bementem, amikor kijöttem, azt itt van az, hogy a 20 fillér, te is vegyél magadnak. Mondom, én nem kérek. Hát ilyen élet volt. Azon kívül, hogy az embereket robotként használták, szó szerint csak használták, volt emberség a kommunista rezsimben, az emberek iránt, a nép iránt? Égvilágos semmi. Égvilágos semmi. Az embereket nullának vették. Ha valaki mert szólni, hát azt azonnal elvitték, börtönbe zárták, össze-vissza törték, bírósági tárgyalás nélkül. Az Andrássy út 60-at illetően abban az időben sok embert elvittek? Nagyon sokat. Amikor az én édesapám ugye ott volt, ugye akkor a Péter Gábor meg a Farkasék voltak ugye a színpadon. Ugye édesapám utólag nagyon sokat mesélt, mert ő sem mert. Dacára annak, hogy katona viselt ember volt, csendőr volt. De nagyon sok embert meggyomorítottak le a picébe. És volt olyan is, akiket pedig megöltek? Hát megöltek, egy az egyben megöltek. Minden boxor nélkül, minden tárgyalás nélkül, addig kírozták, míg bele nem halt. Gyakorlatilag elmondhat, hogy teljhatalmat gyakoroltak az emberek felett, és totálért is volt a félelem. Hát a szávé az teljes teljhatalma volt. Azt csináltak, amit akartak. És sajnos a nagybém még azon kívül az volt, ugye, hogy nagyon sok besogó is volt. Most el tudja képzelni azt, hogy édesapám ugye múlt rendszer, ami volt. Sokan megalázták, de még így is volt, mikor az utcán ment dolgozni, szerencsétlenül nem azért dolgozni kellett, mert dolgozott ő. Mégis megszűrő kalapot emeltek neki. Totálnak, hogy meg voltak alázva, apám is. De sok parasztember, sváb ember nem felejtett el, hogy viselkedett velük, hogy volt velük. És sok ilyen ember volt. Mester, ön hogy látja, hogy miért volt szükség egy ilyen mértékű diktatúrának a bevezetésére a II. Világháborús időszakot illetően, ami 1956-ig tartott? Miért nem lehetett, ön hogy látja, mint egykori forradalmár, hogy miért nem lehetett az embereket békében élni hagyni? Még akkor is, hogyha elvesznek tőlük dolgokat, de hogy békében él. Mi volt az a bosszú vágy, amit a kommunisták az embereken ki akartak tölteni? Hát ott, én szerintem akkor már az volt, hogy féltek. Féltek, hogy lázadás tör ki. Mert nem csak ez az egy volt, előtte is voltak lázadások. Csak ugye az egyből el lett verve. Ugye, féltek attól, és lepkétséges, az emberekben ford a vér. Túl ford már a vér. Tettek-e különbséget a kommunista gyilkosok arra vonatkozóan, hogy férfival vagy nővel állnak eszembe, vagy a gyerekkel? Vagy válogatás nélkül gyilkolták az embereket, akik az utcán voltak? Hát válogatás nélkül csinálták. Válogatás nélkül. Mondjuk én személyesen nem láttam. Láttam azt, hogy elvitték, és milyen aljas módon bántak veled, de hogy én veszem a Vitter Máriát, hogy bántak vele ezek az aljas férgek a börtönbe. Mester, ezek az emberek hősök voltak. Mikkel harcoltak? Mi volt az eszköz a szavukon, a szívükön, a hazaszeretetekön kívül, a szabadság iránti vágyukon kívül, amivel harcba tudtak szállni az elnyomók ellen? Hát először ugye voltak a macskakövek, ebben dobálta az orosz tankot. Ugye, addig mi nem tudtunk valami fegyvert szerezni. Én is szereztem krézigránatot, amivel megdobáltam ezt a nyolckerekű kocsit. Ugye, akkor a macskakövet utána lehetett fegyvert szerezni, valahonnan szereztek a srácok. De nem katonák, legalábbis én voltam, nem. Fiatal srácok. Jöttek, én is úgy kaptam, kértem, de adjatok már nekem egyet. Így szereztük.
mondjuk az én bátyám, ő állandó, végig a Corvinával, egészen végig a Corvinával. Szeretség, nyugodja ő is békében. De hogy végig ott volt. Tudták ezek a fiatal fiúk és fiatal lányok, hogy az életüket teszik kockára a szabadság iránti vágyukért? Abban a pillanatban olyan nagy volt a szabadságláz, hogy ebben abban a napokban senki nem törődött. Senki. Azért mondtam, hogy a fiatal neki rohant a tagnak, mint azt a macskakövet dobni, vagy utána ugye a Molotov koktél, mikor már sikerült benzint meg palackot csinálni. Nem volt félelem. És ez volt a legcsodálatosabb, ez a jó hány nap. Fantasztikus volt. Olyan fantasztikus, ami még életemben nem fogom elfelejteni. Hány napig tudták tartani az állásaikat a forradalmárok? Hát igazából úgy vesztük csak a 31-ig, 30-31. Utána ez az első, a második, persze volt, harcok voltak, kilódás volt, de ott van olyan túl orosz hadsereg volt, tömeg volt. Nem beszélve, akkor nekem is az első napokban, 24-én, 25-én statáriumot hirdettek ki. Először Gerő, utána a más. Nem akarom kimondani a nevét. Többen meghaltak érte. Megtiltották az embereket, hogy a pesti utcákban a kapukat zárják be mindegyiket. Sok helyre nem tudtuk bemenni, és sok fiatal srác az életébe került. Az orosz tankok jöttek, lőttek orba szájba. Hogy én soha nem tudom elfelejteni, és soha nem is fogom elfelejteni. És főleg azok nem, akik ebben a periódusban nagyon lettek lőve. Az orosz katonák is válogatás nélkül lőtték a forradalmárokat? Tessék? Az orosz katonák is a válogatás nélkül lőtték a forradalmárokat? Némelyik igen, némelyik nem. Ez is függött. Volt olyan ruszki gyerek, kijött a tankba, szerencsétlen, azt sem tudta, hol van. Egyszer fogta a géppisztolyát, azt eldobta. Nem tudta, hogy hol van. Persze, mikor jöttek ez a szemét kirgiszek, meg ez a mongolok, meg minden, azok aztán válogatás nélkül öltek. Vagy velük a szentendreieket. Nem vették fel a fegyvert, ki sem vonultak. Ezt utólag mi lett vele, Isten tudja, el tudom képzelni. Említette, mester, hogy nagyon sok volt a hazáruló, a besúgó. Sokan voltak, akik a saját hazájuk ellen dolgoztak? Ez is az 56-os megemlékezéshez tartozik, és ennek a történelemnek a része. Hát igen, sajnos igen. Egy példát mondjuk elmondanák. Lehet, hogy ez félelemből volt. Lehet, hogy nem. Ez már határnál volt. Ott a buszkák elkaptak. A ruszkik elkaptak négyünket vagy ötünket. Ott voltunk az ország határtól egy 25 méterre, köd volt, hajdalba, sűrű köd. Jött három paraszt, ott kapáltak, mert kapa volt nálunk, és kérdeztük tőlük, nem-e látták az oroszok. Annyit nem voltak, hogy most tenej nekem, és ott voltak egy pár méterre tőlük. Persze rányomtak. Olyan sorozatot nyomtak ránk, annyit, hogy beugrottunk egy gödörbe, és a nagy mák az volt, a szerencse, hogy mikor odaértek, nem lőttek minket agyon. De ránk lőttek, úgyhogy úgy estünk be a gödörbe. És hogy úszták meg ezt az incidenst? Hát ez, hogy akkor a muszkák elkaptak, és hazudtak ugye akkor is. Az oroszok ott voltak a határnál, nem igaz, hogy nem voltak, ott voltak elszállásolva. Utána fölraktak ott egy teherautóra, ami tiszta vér volt, tiszta vér. Oda fővágtak bennünket, ezek a párunkat, azok már nem kesztyűs kézzel bántak velük. Kaptunk a putkatussal. És bevittek Szombathelyre, ott még kezdetben még azért durván voltak, és rá, hogy kb. Két napig voltunk ott. Jött egy gépi justiszt, ez a piros sapkás, nagyon jól beszélt magyarul, korrekt volt, csak kérdezett, írt, fényképeztek, fölírták.
és rá két napra fölrekte minket a vonatra, nem csak minket, akiket már összeszedtek. És orosz katonákkal föl a vonatra. És hál' Istennek ez a mozdony vezető, magyar volt persze, de nem ruszki, időközönként teljesen lelassított, hogy aki akar, meg tudjon dobantani. Újra meglógtuk. Persze lőttek utánuk, de utána sikerült kivenni. Ez volt a, hogy mikor elhagytam az országot, ami, el tudom mondani, a legsúlyosabb fájdalom, amit az ember érhet. Mondjuk a édesanyja halálával, a barátai halála kívül. Hogy elhagy egy országot, mikor tudja, ide soha többet nem tud visszajönni. Ugye? Persze sokan voltak utána, akik megroppadtak, de bírták ezt a nyomást. Mert van hovány, meg hovány, meg hovány. De ez olyan, hogy ez... Ha nem tudtak volna megszökni a szovjet katonák elől, akkor milyen sors várt volna önökre? Hát hoztak fel a... Persze azt levitték volna minket, internetából, aztán utána nagyon lőttek volna velünket. Milyen volt az élete, amikor el tudott szökni az elnyomók elől, és ki tudott szökni Nyugat-Európába? Hát mikor átkértem a határa, akkor már minden, akkor úgy szabad voltam. Úgy szabad voltam akkor, hát annyi szabad, hogy az ember egy vásállat területén volt, de igazából annyi volt szabad, hogy ott már nem támadhat senki. Mester, de? 30 másodpercünk maradt. Egy utolsó kérdésem lenne önhöz. A mai fiataloknak hogy kellene megbecsülni azt a szabadságot, amiben tudnak élni jelen pillanatban? Hát én szerintem, nem, hogy én szerintem, ezt nagyon meg kellene becsülni, a magyar hazát, a magyar nemzetet, a mi apáink, nagyapáink, dédapáink, őseink, Árpád vezérünk, meg a többiek véresen harcoltak. Ez a mi földünk, ezért megküzdöttek. És ezt a mai fiataloknak, ezt majd át kell érezniük, át kellene érezniük. Vannak ilyenek persze, akik átérzik, és ugye mindent meg is tesznek, de sajnos, amit látom, nem eléggé. Mester, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és elmondta a saját tapasztalatait az 1956-os forradalmat illetően. Köszönöm, hogy itt volt és a vendégünk volt. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.